Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Október 7-én a Hamas terrorszervezet meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen. A csatorna jellegéből adódóan most mi nem a világpolitikai vagy gazdasági hátterét szeretnénk vizsgálni ennek az egésznek, hanem sokkal inkább a műszakit. Mert bár nagyon szomorú dolog az, hogy léteznek olyan dolgok, mint a Kasszám rakéta vagy a vaskupola, de technikai és harcászati szempontból kifejezetten érdekesek, úgyhogy ezekről fogunk beszélni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. Általában véve ennek a konfliktusnak a megértéséhez nagyon távoli történelmi táblatokat kell megvizsgálni, viszont ahogy ma beszélünk az arab-izraeli konfliktusról, annak a gyökerei a 19.-20. század fordulójára vezetnek vissza, mert bár a zsidó állam csak 1948 óta létezik, a palesztinai zsidó és arab népesség között változó hevülettel már az 1900-as évek eleje óta tart a politikai, hadi és gazdasági szembenállás, és hát mindkét oldal tett már olyan lépéseket, amelyek emberi jogi szempontból nagyon erősen aggályosak. A hidegháború tovább rontotta a helyzetet, hiszen a kétpólusú világ itt is oldalt választott, az Egyesült Államok Izrael, a Szovjetunió pedig az arab országok mögé állt be. És hiába ért véget a hidegháború, hiába volt pár gyengébb törekvés a békére, a konfliktus nem csitul, bár az is igaz, hogy jó 50 éve nem volt ilyen intenzitású támadás, mint most. És ez az 50 év nagyon fontos, hiszen a Hamas a Jom Kippuri háború 50. évfordulójára időzítette a támadást, ugye 1973. október 6-án Egyiptom és Szíria vezetésével az arab országok koalíciója megtámadta Izraelt. 25 éven belül amúgy ez volt a 4. arab-izraeli háború. Jom Kippur az engesztelés napja, a judaizmus egyik legfontosabb ünnepe, és hát érthető módon meglepetésként érte már 50 éve is az izraelieket a támadás, hiszen ilyenkor szabadságon vannak a véderők dolgozói, az egész ország útra kell, úgy általában olyan a hangulat, hogy nem feltétlen számítanak egy támadásra, és hát majdnem össze is omlott az izraeli védelem, még az atomfegyverek alkalmazása is felmerült. Most, 2023-ban ugyanezt használta ki a Hamas, tehát ugyanúgy Jom Kippur napjához kapcsolódó ünnepség sorozatot használták ki. Az izraeli katonai szóvívő 2500 rakétát emleget, a Hamas legalább 5000-et, de vannak olyan források is, amelyek szerint ez a szám meghaladja a 7000-et. Az izraeli védelmi minisztérium délután azt közölte, hogy a támadásban 100 izraeli állampolgár halt meg, és további 985 ember megsebesült, és eközben a Hamas fegyveresei bejutottak a határmenti városokba, és az utcákon is folytatták a támadást. Benjamin Netanyahu beszédekben azt mondta, hogy Izrael háborúban áll, és kijelentette, hogy keményen megtorolják a támadást. Palesztin szakértők szerint a gázai övezetben 198 áldozata volt már ezeknek a megtorló akcióknak, és ezren megsebesültek. Na most itt érkeztünk el a mi témánkhoz, mert a híradásokban a rakétatámadás kapcsán két dolgot emlegetnek igazán gyakran, a Kasszám típusú rakétákat és a vaskupolát. Először nézzük meg a Kasszám rakétákat, ugye többnyire ilyenekkel támadott a Hamas. Ezeket azért nevezik így, mert a Hamas katonai szárnya az Izzad-din al-Kasszám brigád hozta létre még 2001-ben Tito Massoud és Nidal Farhat vezetésével. Rakétaként hivatkoznak rájuk, de igazából mai értelemben ezek nem azok, hanem olyan lövedékek, amelyeknek van saját meghajtása és egy robbanófejet visznek magukkal. Nem irányított eszközök, és mivel nem pörögnek a hoztengelyük közül, ezért még a röppályájukat is nagyon gyér módon tudják tartani. Ezek tulajdonképpen házilag barkácsolt vízvezetékcsövek robbanóanyaggal megtömve, és nagyon gyatra a találati pontosságuk, és ha találnak, sem biztos, hogy felrobbannak. A rendes hadsereg ilyet nem rendszeresítene, hiszen egy városnál kisebb célpontra egyszerűen nincs értelme tüzelni velük, ameddig tart a hajtóanyag, addig repül, ahová becsapódik, ott pedig felrobban, vagy nem. Emiatt nyilván olyan extrémista katonai vagy félkatonai szervezetek szeretik igazán bevetni, akik akár a civilek pusztítását is eredményként tudják elkönyvelni. Nem meglepő, hogy a nemzetközi szervezetek háborús bűnnek nyilvánítják a Kasszám és az ahhoz hasonló rakéták civilek elleni bevetését. A korai változatok a 2000-es évek elején még csak egy nagyjából 3-4,5 kilométeres hatótávval bírtak, aztán 2002. márciusában lőtték fel az elsőt, a második intifáda idején, 2008. decemberéig pedig hivatalosan
15 ember halt meg kasszamokkal véghez vitt támadások során. A kasszam úgy rámutat arra, amit már nagyon sokszor látunk a harcászatban, hogy nem feltétlen a csúcstechnika dominál, hanem az irgalmatlan mennyiségben, olcsón, egyszerűen bárki által előállítható eszközök, ami ennél fogva mindig ott tud lenni kéznél, amikor szükség van rá. Na, most a kasszam az ilyen. Gyorsan előállítható, szerény körülmények között, olcsó és gyors. Nem kellenek hozzá célszerszámok, a hajtóanyag a káliumnitrát, ami műtrágya cukorral összekeverve. A robbanófejet pedig egy az amatőrhoz nagyon hasonló robbanóanyaggal töltenek fel. Ez klasszikus TNT, amit valószínűleg csempészúton szereznek be, és karbamidnitrát keveréke, gyutacsként pedig egy fegyver lőszer hüvelyét és egy rugót használnak. Tulajdonképpen ennyi, kész a rakéta. A test egy acélcső, amiben szögletes tömbben kap helyet a hajtóanyag. Régebben egy, a frissebb változatokon pedig 7 fúvókel lépett ki az égéstermék. Most ezek a fúvókek is igazából csak fúratok, amiket belefúrnak a fenéklemezbe, bár az újabb változatokon már kapott ilyen kis terelő szoknyákat is, hogy legalább valamennyire garantálható legyen a röppája és a pontosság. Mostanra annyira népszerű eszköz ez, Hamasz által folytatott hadviselésben, hogy minden olyan rakétát, amit Palesztin irányából Izrael felé lőnek ki, a média következetesen Kasszam rakétának hív. Fontos megjegyezni amúgy azt is, hogy Gázában előfordulnak még orosz, kínai és iráni fejlettebb rakétarendszerek is, de ezekből feltehetően kevés van, és valószínűleg csak akkor vetik be, amikor tényleg szeretnének valamit eltalálni. A kasszamok amúgy sokat fejlődtek, eleinte mindössze 2 méter hosszúak voltak és 36 kilósak, 8 kilós robbanófejjel, most már léteznek 90 kilós darabok is, amelyeknek a ható távolsága már több mint 30 kilométer. De a legeslegfontosabb paraméterük az nem ez, hanem hogy nagyjából 100 ezer forintból ki lehet hozni egy ilyet. Ez haditechnikai szinten láthatatlan összeg. És jegyezzük meg ezt az árat, mert később nagyon fontos lesz. Feltehetően nagyon komoly felelősségre vonások várhatóak a Mossadnál, hogy egy ilyen léptékű támadásról nem tudtak, főleg, hogy az utóbbi napokban egy olyan hír is felmerült, hogy Abbas Kamel, az egyiptomi hírszerzési miniszter figyelmeztette egy lehetséges támadásra az izraeli kollégáit. Akárhogy is, működött a vaskupola, és ezzel elérkeztünk a második műszaki eszközhöz, amiről beszélnünk kell. Ez talán a létező legmodernebb és leghatékonyabb légvédelmi rakétaelhárító rendszer. A lényege, hogy egyszerre akár több beérkező rakétát is hatástalanítani tud. A rendszert 2007-ben kezdték fejleszteni, és 2011 márciusában állították hadrendbe, és a rákövetkező áprilisban már le is szedte az első ellenséges rakétát, az azt követő években pedig több ezret. Ez a rendszer az izraeli Rafael Advanced Defense Systems és az Israel Aerospace közös fejlesztése, nyilván beszálltak az amerikaiak is, nem hiába, 2020-ban 2 is vásároltak belőle. A vevők között van még amúgy Kanada, India, Finnország, sőt, még mi is 2020 decemberében jelentek meg hírek arról, hogy Magyarország is bevásárol vaskupolából, 2022-re ígérték ezek beérkezését. A rendszer egy 64 km-es körben képes védelmet nyújtani, és már dolgoznak a drónok ellen védő alváltozatán is, ráadásul az eszközök mobilisak, tehát hogyha úgy kívánja meg a felhasználás, akkor föl lehet pakolni egy teherautóra, és el lehet vinni oda, ahol szükség van rá, de akár hajóval vízfelületről történő indítás is megoldott. A vaskupola lényege egy igen fejlett radarrendszer, ami elemzi a beérkező rakéták röppáját és sebességét, ebből pedig megvizsgálja, hogy vajon hova csapódhat be. Ha az látszik a pályadatokból, hogy a becsapódás a lakott területen várható, akkor a vaskupola kilő egy Tamir ellenrakétát, ami a beérkező rakéta mellett felrobban, elhárítva a fenyegetést. A rendszer még arra is figyel, hogy a visszahulló törmelék lehetőleg ne lakott területre hújjon, tehát igyekszik mondjuk a sivatag felett felrobbantani ezeket az eszközöket, amennyiben lehetőség van rá. A Tamir egy 3 méter hosszú eszköz, az átmérője 15 centi, 90 kiló, és 11 kiló robbanóanyagot visz magával, a hatótávja 4 és 70 kilométer között alakul, országszerte 10 állomáson helyezik el őket, és állomásonként 3-4 indító egység van. A közelmúltban, október 9-én 12 beérkező rakétából 11-et sikerült is semlegesíteni, a 12-et viszont szándékosan nem lőtték le, mégpedig azért, mert azt számolta ki az elemző számítógép, hogy ez a darab, ez nem lakott területre hullik majd, hanem a határmenti üres sivatagba, ezért nem szedték le. Ez azért fontos,
mert a vaskupola üzemeltetése eszméletlen drága. Egy Tamir Elle-rakéta 11-25 millió forint körüli összegbe kerül, egy ütek pedig nagyjából 14 milliárd forint. Ne feledjük, a Hamas ilyen 100 ezer forintos kályhacsövekkel lövöldözik, tehát képzeljük el azt, mintha az autópálya rendőrség az öreg álmok futó Dacia-st úgy próbálna megállítani, hogy minden alkalommal belevezet egy vadonatúj 911 turbót. De az ember élet ugye nem forintosítható, az izraeli honvédelem az pénzbe kerül, főleg azon a területen, ahol ilyen mértékű konfliktusok vannak, nincs más megoldás. Nagyon fontos, hogy a vaskupola az csak védekezésre alkalmas. És szintén fontos kiemelni, hogy a vaskupola csak a rövid távú rakéták elfogására alkalmas, Izrael pajzsának is nevezik, és ez az ország elsődleges védvonala. A második réteg a David Sling, David paritjája, amely már a közepes hatótávú eszközöket és a ballisztikus rakétáktól is megvédi Izraelt, és a legfejlettebb rendszere az Arrow, a nyíl, amelynek feladata a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétáknak az elhárítása. A rendszer automatikus működtetésű, de szükség van emberi segédedre az utántöltéshez. Nagyon kevés a konkrét rendelkezésre álló információ, amely igazolt, de feltehetően az történt, hogy a Hamas egyszerűen túlterhelte a vaskupolát, vagyis annyi rakétát indított egyszerre, amiből már képtelen volt a pajzs mindet semlegesíteni. Az izraeli hadsereg becslése szerint 650 rakéta ért célba. Hogy mi lesz a konfliktus kimenetele, azt nem lehet tudni, de sokan már most Izrael szeptember 11-ként hivatkoznak a történtekre, mert hát tényleg, ahogy arról az elején szó volt, 50 éve nem történt ilyen intenzív támadás. És a vaskupulának amúgy egyértelműen vannak gyengeségei, és vannak is olyan hangok az izraeli politikában, amelyek felrótták a kormánynak, hogy túlságosan támaszkodik rá a kormány. Tehát annyira bízik a csoda fegyver, hát nem is fegyver, a csoda védelmi eszköz képességeiben, hogy nem költ például olyan dolgokra, mint az óvóhelyek fejlesztése, holott az óvóhelyek már csak azért is hasznosak lennének, mert a rakéták sokszor lakott terület felett robbannak fel, és a visszahulló törmelék ellen ezek védelmet tudnának nyújtani. Írjátok le, hogy ti mit gondoltok a konfliktusról, és hogyha lesz neki további ilyen érdekes, műszaki szempontból érdekes aspektus, azt mindenképpen meg fogjuk vizsgálni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan újra jövünk.